Összességében megmaradt a város vezetése azok együttműködésével, akik eddig is végezték a munkájukat. Úgyhogy nagyon örülök neki, gratulálok mindenkinek, és gratulálok az ellenzéki összefogásnak is, hiszen őnekik is azért nagyon szép eredményeket értek el az egyéni képviselői területeken. Úgyhogy sok sikert kívánok nekik a munkájukba, lesz mit, hiszen az egyéni választókerületekben látható, hogy azért szépen vannak elvárások, és vannak a polgárok irányából olyan feladataink, amelyeket még mindig félúton járunk ezen. De szerencsére Kecskemét azért megőrizte a stabil többségét. Kecskeméten a Fidesz-KDNP győzött ismételten, és köszönöm ezt a kecskeméti keresztény polgári értékrendű kecskeméti polgárainknak, akik úgy gondolták, hogy továbbra is a bizalmat, azt a Fidesz-KDNP városvezetés irányának adták támogatásul. Azt gondolom, hogy az is nagy eredmény, hogy ahol bátran váltottunk, és bátran behoztunk fiatalabb jelöltjeket, és új jelölteket, új képviselői területekkel, ott is eredményeket értünk el, ott is nagyon szép sikereket hoztak. Gratulálok nekik is, óriási munka volt, de azoknak is, akik végig dolgozták a jelöltként a körzeteket és a kampányt, sőt, akik már évek óta dolgoznak, hiszen többen civil szervezeti tevékenységet is végeznek az adott választókörzete. Én azt gondolom, hogy mindenki nyert ezen a választáson, de elsősorban Kecskemét. Azt gondolom, hogy nagyon kemény fél éven vagyunk túl. Lesz most pihenés, vagy mik lesznek az első teendők? Hát pihenésre nem nagyon adhatunk okot, meg időnk sincsen, hiszen látható, hogy félúton jár a város. Láthatóak azok a hatalmas nagy fejlesztések, beruházások, változások, amik azt gondolom, hogy befolyásolják is a városba a hangulatot, hiszen minden változás feszültséggel jár. Ez a legnehezebb, ezt átélni, megélni, lemenedzselni, és ez áll előttünk, hogy ezeket szépen be tudjuk fejezni. Stabilan, mindig tisztességesen végeztük a feladatunkat, csak azt tekintettük elsőnek, hogy mi az, ami a város számára fontos, mi az, amit a kecskeméti polgárok szeretnének, mi az, amit igényelnek, és ezeket tartottuk mindig is szem előtt, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt értékelték a kecskemétiek. Az első lépés a közlekedés. Ugye a közlekedés úthálózat az, amin tovább kell erőteljesen dolgoznunk, sok jó megoldást kell találni, de ez egy olyan területe az életünknek, amely soha nem lesz igazából egy elfogadott területe, hiszen sehol a világ egyetlen egy nagyvárosában sem tudták megoldani az optimális közlekedést, de nyilván lehet, hogy mi kecskemétiek meg tudjuk. Elsősorban ugye a tömegközlekedést kell nagyon megreformálnunk, és egy teljesen új rendszert kialakítani. Azokat a körúthálózatokat, amelyeket elkezdtünk és beterveztünk, azokat be kell fejezni mindenféleképpen. A kultúra területén kell egy jelentőset lépni, a szórakozás, kikapcsolódás, ifjúság területén, és az egyetemi fejlesztést nem szabad elfelejteni, hiszen hosszú távon az egyetem adja, és az oktatási intézményeik adják majd a városnak az életét, a gerincét és a jövőjét. Én mindig optimistán várakozom, és mindig csak a legjobbakra gondolok. Összességében azt gondolom, hogy miután többsége van a fideszes városvezetésnek, ez az optimizmus azért nem maradt el, és meghozta az eredményét. Én azt tervezem, hogy október 24-én meglegyen az alakuló közgyűlés. Minél gyorsabban kezdjük el a munkát, mert már gyorsan, november elején döntenünk kell a tömegközlekedési hálózatra kiírt tendernek az eredményéről.